gondoltam azt, hogy Arany János a legszebben beszélő magyar költők, és ezt úgy mindig úgy, ó, tudom, tudom. És most újra elkezdtem Arany Jánost hallgatni, elképesztő. Betűnként morzsolgatom a szavakat a fülembe, ez most lehet, hogy egy kicsit zavarosnak tűnik, hogy a fülembe morzsolgatom őket, de hogy teljesen más. Vegyetek elő egy Toldit, gyönyörű kifejezések vannak benne, és vegyük el azokat a kifejezéseket a hétköznapjainkba is, mert mindenki érti ám, csak legfeljebben nem használjuk. Végezetül egy nagyon érdekes történet jutott eszembe. Kedden felhívott a lányom, és most nem belemér, hogy hát, és a hangjában már azonnal hallottam, hogy baj van, hát az a helyzet, hogy a bírói dolgozat nem sikerült túl jól. Mondom, mi történt? Hát, hogy nem fordítottam meg a lapot, és a másik oldalú feladatokat nem csinálta meg. Kedvesem is éppen hallgattam a beszélgetést, és adott neki egy jó tanácsot, hogy hát, ha ez történt, akkor menjen oda a pedagógushoz, és mondja rá neki, hogy hát azt történt, hogy nem fordítottam meg, de én azt gondolom, hogy tudom az anyagot, és képes vagyok rá, úgyhogy adjon egy lehetőséget arra, hogy javítsak. Majd hívtam tegnap, és azt mondja, hogy hát apa, az a helyzet, hogy történetben kaptam egy 4-est. Pedig tudja, hogy nekem a történet a legfontosabb dolog, úgyhogy mondom, és mi történt? Ahogy beszéltem a tanárom, hogy hát adjon egy lehetőséget arra, hogy javítsak, úgyhogy kaptam egy forgalmi feladatot, majd egy 5-öst, ki van javítva. Gyönyörű példája annak, hogy ki mert állni saját magáért, és amit a legtöbbet ad egy ilyen retorikaknak, vagy a szavaknak a használata, az az, hogy az önbizalmunk fog megindulni. És azt gondolom, hogy Imre példája is erről szólt, hogy ahogyan elkezdte jól használni ezeket a szavakat, az önbizalom a világ végéig felnőtt. És fantasztikus látni egy ilyen retorika klubban, amikor mondjuk 15 évesen valaki eljön, és először félszegen áll kint, aztán kicsit félszegen, aztán már egyetlen félszegen, és a végén pedig már mellett döngetve tud beszélni. Gondoljatok el, gondoljatok el azt az embert, aki 17 évesen bármikor kíván állni, akár majd ide is előbb-utóbb, én remélem, hogy egyszer Dávid így fog állni, akiről most beszélek, de 60 évesen is valaki elkezd, akit említettem neked, mert most tudományos kutató, azt érzi, hogy nem tudja elmondani, hogy mit tud. Megtanulta, és az első alkalom, amikor elmondja a szponzorhoz, azt mondta a szponzor, fizetem. Csak azért, mert ezt az értéket, ami belül van, azt ki tudta adni, és egyébként szörnyű volt látni, ahogyan belgődött ebbe, és láttuk, hogy mekkora érték van benne. Meg tudja most már fogalmazni, mert átként 10-15-ször egy ilyen szőnyegen, ha nem is egy ilyen mellett is. És meg tudja már fogalmazni. Úgyhogy nekem ez a legfontosabb üzenetem, hogy a kis emberek is képesek megfogalmazni, csak oda kell rá figyelni, és el kell kezdenünk egy ilyen klubba járni, vagy bárhol máshol gyakorolni, vagy székirodalmat írni. És azt gondolom, hogy a átlag embereknek is vannak nagy pillanatai. Én most szeretném, hogyha számomra ez a pillanat egy ilyen lenne, hogy itt állok ezeken a deszkákon, mert hogy van itt a közösség soraiban egy olyan hölgy, akit én a legjobban szeretek a világon. És van egy dolog, amit már nagyon régóta szeretnék neki megfogalmazni. Egy kérdés van, mire egy rövid választ várok. De ez már nem tudunk az adásnak lesz a témát. Köszönöm szépen.